Sziasztok! Ahogy látjátok, Attila hozza ide a nagy bálát, aztán utána akasztjuk föl a kis bálázót, mivel nagy bálát át fogjuk bálázni kis bálába. Hogy megyünk hátra a kisbálázóhoz, és akasztjuk fel. Jelentem, ismételten hideg van. Megpróbálok benneteket jó pozícióba letenni. Várjál, mert volt ez egy csap.
akkor ha reakad, mi van akkor sem. Sikeresen fölakasztottuk, vagyis hát még csak a rakodóra. Most Attila szépen kitolja. Igen, lehet, hogy majd most kell majd átkötnöm. Vagy nem? Lehet, hogy nem. Kutyák egy kicsit be vannak gerjedve. Közép teszem.
Attila most fölteszi a gardánt. De ugye most hideg van, most minden olyan merev. Nem vigyorogjál már! Miért? Nem lehet jó kedved? De lehet jó kedved, csak már megint rosszra gondolsz. Figyelj! Miért nem vannak? Gondoltam semmire, csak mosolyogtam egyet. Igen, van benne madzag. Mi a gondolatolvasó vagy? Egy madzag hiányzik. Mondják, mondják, kihozok egy újat. Újat akarsz? Hozzá azt, ami ott van a... Igen, mert ez is új. Jó, akkor hozom újat. Meg se szólalok, csak mosolygok egyet, és már másra gondol. Kétértelmű szó van a világon, mint például a köcsög. Abból, amiből sok van. Akkor most mit csináljak? Hát a köcsög is több értelmű szó. Hát azért mondom, hogy mit csináljak vele? De van, aki abból te értesz, nem? Hát így van. Most rosszra gondoltad? Nem. Na. Hát nagyon reménykedek benne, hogy szépen fog dolgozni a válaszol, és ha nem, akkor röhögni fogunk, aztán jövünk haza ennyi. Nem érdekel. Hogy hogy jövünk haza, itthon minek hoztál haza bálát? Nem ezt fogom átbálázni. Nem ezt? Nem. Ja, azt hittem. Akkor készítem a... hozom a villákat. Szerintem is. Vagyis én nem... Figyelj, mert én most ide most kellek, vagy elindulhatok a két villával gyalog? Figyelj! Mindent együtt csinálok, igaz? Igen. Először is a madzagot megcsináljuk a helyére. Kell hozzá egy ilyen eredeti német kés, ami még a bálászóhoz járt. És ha kell, ide lefekszek hozni, jó? A kamerát kiveszem, addig fog már meg, légy szíves. Jó. Megy a felvétel. Így tartom, jó. Hogy... Nem tudom, hogy melyik oldalon van az a része. Menjetek innen? Mindjárt mondom neked, jó? Szerintem jobban örültél, amikor így kellett feküdned a 40 fokba, mint most így a mínusz 2-3-ba. Nálam teljesen mindegy, hogy hány fok van, mert én a mínusz 25 fokba is ugyanígy lefekszek, ha kell. Igen. Tehát nem csinálok belőle problémát. Azt utána meg ápolhatom, jaj, a drágámat. Jaj, majd jött már magadat. Utána nézem a tévét egy hétig, bent az kisen jövök, ennyi. Igen, mert mondjuk nem fog bírni fölkelni. Hát aztán na? Nagy kaland az. Mit segítsek? Most, jelen pillanatban? Igen. Semmi. Jó. Nem kell segíteni, mert én ezt megoldom. Nem kell nekem ez segítség. Ha rendben. Na! Készen vagyunk. Míg elfeküdtem volna egy másfél órát, olyan kellemesen hűs volt a fél. Igen, gondolom. Gyere ide, leporollak, baby. Nem számít. Fogd meg a testkamerádat. Ez kell, mert ezért a YouTube megbüntet engem. Ez nincs itt. Na gyere. De. Múltkor én volt, nekem poroltad ki a seggemet, most én porollak ki téged, jó? Na. Na, akkor hozom a villát, jó? Villákat. Te indulj el szépen, lassan jövök utánad, mert villával úgyse tudok mit csinálni. Fogom a... Jó! Most megkaptam, hogy föltekerem a lábát, jó? Azt mondja, hogy ez a lapátnyeles villa, ez az, amit rohadtul utálunk,
A másik villát, mert nem tudom hova, mindjárt megkeresem. Jó, hogy elmentem a villa mellett, nem? Na, hát akkor menjünk Attila után. Nem tudom, hogy kés van-e nála. Hát reménykedem benne, hogy van nála kés. Bent a kis kacsák is jól érzik magukat. Úgy fürdenek már a kis itatójukba, hogy öröm nézni. Jaj. Hát, megmondom őszintén, ez a három réteg ruha, ez vígan elfér az emberen. Észre se vettem, mert tőlem oda készítette két bálát. Mondtam neki, hogy ja, hogy itt koszoljunk, ne otthon. És amikor láttam, hogy hozza a bálát, azt hittem, hogy meggondolta magát, azt vissza, hogy ott lesz nálunk átbálázva, de akkor ezek szerint nem. Lefagy a fülem, lecsúszott a kis fejvédőm. Attila most kinyitja a bálázót. Benne maradt a kotló? Hát ez tényleg kotlik. Hát ez nem normális. Majd kikapcsolod a kamerát. Nem, hülye. Azt rárántom a gardant. Azt próbáld meg. Fogd meg a kamerát. Ez szerinted hazamegy? Mit érdekel engem? Szerinted szegényebbek leszek én ezzel? Én igen. Hazamegy, hát nem a világ végére jöttünk. Én már meg se szólalok. A kotlom. Igen. De nézzétek, hogy milyen cuki. Van nálad kés? Kés van nálam. Van? Figyelj, állj egy picit. Mutass engem. Figyelj. Nálam mindig van kés. Tessék. Jó. Csak a bálát elvágni. Ja, azt hittem másra kell. De mi kell? Hogy csirkepörköltet a fel. Persze. Nálam kés mindig van. Mindjárt. Várjatok, hazaviszem a kotlómat. Hazaviszed? Haza, mert nem fog ezt hazatalálni. Na Attila most indítja a traktort, bálát oda készítettük. Nem tudom, mennyit fogtok hallani, szerintem a beszélgetésünkből nagyon semmit. De fogjátok látni, hogy hogyan alakul át a nagybála kisbálává. Thank you.
egy körbálát átbáláztunk. Most megtudjuk pontosan, hogy hány bála, kis bála van egy körbála szalmában. A lucernát ne nézzétek, mert van benne két lucerna. Arra gondoltam, hogy azért számolhatjuk bele a lucernát, mert ugyanúgy benne van a bálázóban a szalma. Látod? Hát tehát így tisztességes. Végülis ennyi volt kint a lucernából is. Így van, láttátok a videón, hogy ugyanennyi lógott ki a lucernából is, mint amennyi most a szalmából. Tehát akkor jó, számoljuk bele. Nyugodtan beleszámolhatjuk a két bál a lucernát is. Jó. Gyertek a 100, most nem tudom, 150-es vagy 160-as bálát csinál a Roland 66-os, teljesen mindegy. 150-es. Gyertek, nézzétek körbe. 2, 4, 6, 8. Másik felén ugyanúgy. 6, 8, ez itt volt a 8. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kisbála szalma van egy körbálába. Tehát akkor lehet osztani, szorozni, hogy egy ilyen körbálába hány, hogy mennyi kisbála fér bele, és hozzáteszem, megnézhetitek a bálát, tehát nem egy puha bála, mert én 130 kiló vagyok. Tehát látjátok, 130 kilóval állok a bálán. Tehát sokan azt mondták, hogy így úgy amúgy, annó régen, most be tudtuk bizonyítani azt, hogy nem 10 és 12 bála van egy ilyen körbálába, hanem 16-ot számoltunk? 17-et. 17 kisbála szalma van egy körbála szalmába. És ennyi ideig tart átbálázni. Tehát mennyi ideig csináljuk, látod a videón körülbelül? Hát fél órája megy, 34 perce megy, de a felakasztással együtt. Na, tehát 20 perc alatt, 15-20 perc alatt szerintem átbáláztunk egy körbálát, lett belőle 17 bála a szalma, saját célra csináljuk, a disznókalán, mert ez könnyen mozgatni, mert nagyon fúj a szél, a nagy körbálából rosszabb almoznunk, mert az egész udvar tele van szalmával. Na ezt akartuk, úgyhogy úgy neki csináljuk meg a második bálát. Csak arra kérlek, kicsit távolabb hogy rakni. Távolabb rakjad, igen. Mert nagyon közel volt. Ebben a bálában szerintem meg még több. Jó lesz? Jó, igen. Ja, és akkor úgy lett 17 bála, amúgy több lett volna, mert látjátok, ott is van benne egy folt, azokat kivettük, meg itt a szélén, amit ugye már száraz. Szerintem 18, abból simán kijönne még több, mint egy bála, de így de van. Legyünk tisztességesek. Így van, tehát ez annyit csináltunk, annyit nem számoltuk bele. 17 bálát számoljunk, de szerintem több van benne, mert ti is látjátok, mennyi van kivéve belőle. Ebből is lesz, amit eldobunk, mert persze, hát a szél... nem ért el. Persze, hát a szélét, ezt a barna részt, látjátok, ezt a külső réteget, ez ennek is itt van. Ezt a vékony külső réteget. Hát eljöttünk, meg ugye meg van csinálva most a kerítés, most jobban ott, oda tudnak menni a kerítéshez. Jó. Nem baj. Szedjük le szerintem azt a réteget. Ez azért rázott be, mert ugye ezt nem érte a Toptex. Ott a végén, ez a én kedvenc kazlam, erről estem le. De jó Isten, újból velem volt és nem volt semmi probléma, úgyhogy... Na! Látjátok, van benne egy folt, ami vizes, de a többi az jó. Na, szív. Azt szépen leszedjük, ezt újból átbálázzuk. És bálázás egyenlőre ennyi lesz. Hát így van. Bálom, ezen több van, mert ugye ez jobban kunk volt az a bála, meg lehet felső bála volt. Nem baj, azokat kiválogatjuk szépen. Ebből többet szépen. Kell eldobni. Nem baj. Nem baj. Ezt majd, ha egyszer jössz kanállal, akkor majd felszedjük, azt oda visszük a trágyára. Ja. Ennyi. Thank you.
Ez hogy hívta apád régen? Ezt a gépet úgy hívják, hogy pénzverőgép. Jól mondtam? Igen. Apád mondta régen. Nagybálából kisbála. Nyomja kifele. Na már nem sok lehetne. Csinálni, mert azért csinál ez koszt. Itt meg elfér. Már nem tudsz válogatni belőle? Akinek tetszett, iratkozom fel, akinek nem tetszett, az is nézze. Hát ebből a kis munkából is kaptatok egy kis ízelítőt, hogy hogy alakul át Nagybálából Kisbálába, és hát ezt megmutattuk nektek, úgyhogy
csoportot azt elfelejtettem mondani, december 5-e van, kett. Most utassad! Iron Maiden, gyerekek, Iron Maiden! Jézusom! Ki van pihenve az ember? Mibe fáradjak el? Nincs mibe, gyerekek! Jaj! Na ez volt a nagyvilági duma! Ne karmantyúzzál, te meg! Jaj! Van időm karmantyúzni, egy címerénket cserélni! Na, elállítom a gépet! Jó van! Szerintem mi is elköszönünk! Úgyhogy további szép napot nektek! Sziasztok!